Az év első négy bajnoki meccsén mindössze egy pontot szerzett a nyíregyházi együttes, így a szurkolók, a vezetők és a játékosok is nagyon várták már az első győzelmet. Ehhez képest a Kazincz Barcika ellen már a hatodik percben hátrányba került a házigazda, Hornyák két góljának köszönhetően viszont már vezetéssel mehetett a szünetre a Spari. A második félidő elején Ötvös is betalált a barcikai kapuba, biztossá téve a nyíregyháziak győzelmét. Nem kezdtük jól a meccset, hogy 1-0-es hátrányba kerültünk, ott egy figyelmetlenség miatt egy pontrugás után hátrányba kerültünk, de nagyon gyorsan szerencsére sikerült egyenlíteni, és utána igazából azt gondolom, hogy a mi akaratunk érvényesült, mi irányítottuk a meccset, veszélyes kontrákat vezettünk, még a félidő előtt sikerült megszerezni a vezető találatot, 2-1-re mentünk a szünetben, és a második félidőben további gólokat szerezhetünk volna. Egyet sikerült értékesíteni, ezen mindenképpen javítani kell a helyzetkihasználáson, akár nagyobb arányú győzelmet is szerezhetünk volna. Ami fontos volt, hogy meg amit kezdtünk most már a tavaszi szezonban is építeni, nagyon gyorsan zártunk vissza a labdavonala mögé, jól zártuk le a 16-os, kevés lehetőséget engedtünk az ellenfélnek. Azt gondolom, hogy a minimumot kitettük a pályára. Voltak nagyszerű egyéni teljes és ez okozta, azt gondolom, hogy ez hozta meg a sikert a csapatnak. A mérkőzésen két gólszerző Hornyák Marcell 15 találattal a budafoki Kovács Dávid társaságában holtversenyben vezeti a góllövő listát. A támadó szerint is nagyon fontos volt az első tavaszi győzelem megszerzése. A első meccs sem úgy sikerült, ahogy akartuk. Sajnos akkor jött a kiállításom, a lehető legrosszabbkor. Az ugye nagyon rosszul érintett engem. Aztán vártam azt, hogy visszatérjek. Láttam sajnos, hogy nem úgy megy nekünk, ahogy elterveztük, meg hogy az őszezont befejeztük. Nyilván ilyenkor nagyon nehéz lélekben is, meg csapatként is együtt maradni, de megmutattuk, hogy ismét egy csapat vagyunk, és tudunk egymásért küzdeni. Hál' Istennek sikerült betalálnom is, ami azért nagyon jól esik az embernek, főleg, hogy kétszer is sikerült, és végre megszereztük a győzelmet. Az NB2 tabelláját az MTK Budapest vezető 56 ponttal, az 53 pontos Budafok és a 44 pontos Vasas előtt. A 35 ponttal 8. helyen álló Nyíregyháza Spartacus vasárnap a Vasas otthonában lép pályára. A forduló további párosítása a következő: Budaörs Siófok, Dorog Gyirmót, Soroksár Szombathely, Kazincz Barcika MTK Budapest, Eto SC Győr Szolnok, Csákvár Szeged, Ajka Budafok és Tiszakécske Vác.